a Vémindi német nemzetiségi fúvós zenekart az országosan is ismert Gász Mihály zenetanár alapította. Hán János 2001-ben vette át az együttes vezetését. A többségében sváb felmenőkkel rendelkező tagok az évtizedek során számos sikert könyvelhettek el. Legutóbb Baján a Bácskából elhurcolt magyarországi németek tiszteletére tartott megemlékezésen zenéltek a Vémindi fúvósok. Mivel a tagok egy jelentős része külföldön dolgozik, fellépésről fellépésre változik a létszám. Egy 2018-as sikeres pályázatnak hála emelkedett azoknak a vémindi iskolásoknak a száma, akik a magyarországi német fúvószenével ismerkednek. Ennek köszönhetően biztosítottnak látszik az idén 35 éves fúvószenekar utánpótlása. Gász Miska bácsi volt a tanárunk, ő kezdte a zenekart, 15 évig ő vezette, ő tanított be igazi jó magyarországi német sváb számokat, és az utóbbi 20 évben már én vezetem a zenekart. Folyamatosan azért változik, vannak újabb számok, főképp ezek külföldről bejött német kedvenc, jó csengő, hozzánk közel álló stílusú zeneszámok, de főképp magyarországi német számokat játszunk. Természetesen szerencsénkre ez a repertoár is bővül, mert padlásokról kerülnek elő olyan számok, amik kincsek, újak, nem mindenki ismeri, pontosabban nem mindenki, hanem senki, és ezáltal most mi be tudjuk mutatni. Most azért a Covid is, meg az egyéb elfoglaltságok, ugye most hirtelen úgy minden összesűrűsödött erre az utolsó harmadik negyedévre, és többeknek máshol is részt kell venni, emiatt most csak ennyien tudtunk szerepelni. Általában 12-15-en szoktunk, hogyha valaki éppen haza tud jönni Németországból, Budapestről, vagy ahol van a világban, akkor akár 21-en is ki tudunk állni. Most is éppen a háttérben ugye nem látszik, de azért az utánpótlás az készül, gyakorol, tanul, kicsik még nem alkalmasak arra, hogy beüljenek a zenekarba, de rövid időn belül úgy gondolom, hogy talán egy éven belül már még fiatalabbakkal fog bejönni. A zenészek legfőbb célja, hogy a hagyományos sváb fúvószenét minél eredetibb formában szólaltassák meg, továbbá, hogy a régi hagyományokat megőrizzék és továbbadják a következő generációnak. Vémindnek egy rendkívül gazdag helyi és országos gyűjtésekből, felajánlásokból származó autentikus német kotta gyűjteménye is van. A kollekció digitalizálásával a több évtizedes zenei hagyományokat kívánják megőrizni és továbbadni.